Különleges katonai művelet végrehajtását rendelte el a kelet-ukrajnai Donyec medencében Vlagyimir Putyin orosz államfő. Az orosz hadsereg minden oldalról támadást indított, Ukrajnában pánik hangulat alakult ki. Tudósítóink a helyszínről számolnak be a helyzetről. Mintha egy másik valóságot látnának az orosz nézők az orosz közszolgálati csatornákon, ahol azt szájkolják, hogy az ukrán lázadók keletről haladnak előre Ukrajnában. Méghozzá az ukrán katonai infrastruktúra elleni pontos orosz támadások segítségével. A helyzet azonban ennél sokkal árnyaltabb, a több irányból támadó orosz erőkkel szemben kifejtett ukrán ellenállás jóval erősebb, mint arra Moszkvában számítottak. Számos fronton sikerült megállítani vagy visszaszorítani az orosz erőket, sőt Harkovot, Ukrajna második legnagyobb városát állítólag vissza is foglalták az ukrán erők. Az orosz média kötelezően csak a hivatalos moszkvai álláspontot tükrözheti, számos csatorna pedig úgy tesz, mintha nem is lenne háború, tévésorozatokat és szórakoztató műsorokat sugároz. A hivatalos orosz tájékoztatás szerint az ukránok tömegével teszik le a fegyvert, és szó sem esik arról, hogy orosz katonák esnek fogságba. Arról sem számolnak be, hogy az orosz légi támadásoknak civil áldozataik vannak. Viszont azt állítják, hogy a polgári áldozatok csakis az ukrán katonák vagy a nacionalisták bűne. Néhány független orgánum, például a Novaja Gazeta vagy a Mediazona a valóságnak megfelelően háborúnak nevezi Ukrajna megtámadását, szemben a különleges katonai művelet hivatalos meghatározással. Ezek a médiumok azonban jóval kisebb közönséghez jutnak el, mint az állami csatornák. Tény ugyanakkor, hogy az orosz erők komoly csapásokat is mérnek az ukrán infrastruktúrára. Ilja Ponomárenko biztonsági kérdésekkel is foglalkozó ukrán újságíró például Twitter oldalán tette közzé, hogy a Kijevtől északnyugatra lévő Antonov repülőteret ért orosz csapásban találatot kapott a világ legnagyobb teherszállító repülője, az An-225 Mria és több nagyobb repülőgép is.